csodálatos emberek voltak. Rajongva szerették egyetlen rossz csont fiúkat. Édesanyám, amikor hazajött a városból, akkor azt mondta mindig, te rossz csont, te! Bezeg megint nagyon dicsértek. Ugye már abban időben egy bizonyos fokmérője volt a gyerekek viselkedésének a köszönés. Ugye hát én még egy jó köszönő gyereknek neveltek, és ugye minden egyes ismerősnek ismeretlennek Dunaszerdai város területén köszöntem. És ugye hát édesanyám, mivel szintén Dunaszerdahelyi, ugye ismerte egész várost, mindig oda szóltak Etka magának, Etka, Etuska, ki hogyan, milyen jó fia van. Ugye hát persze nem merte azt mondani, hogy tud ez csíntevő is lenni, hát így aztán inkább otthon kaptam meg ezeket a intermeket. Édesapám villanyszerelő volt, nyugodjék, ő vele már nagyon fiatalon kezdtem el járni, gipszet keverni neki, ugye, mert egy jó villanyszerelő akkoriban még szerette dobozokat pontosan berakni, hát én voltam a benéző, néhányszor elnéztem, akkor úgy kitéptem, hogy csinálj gyerek még egyszer gipszet, hogy jó legyen, megtanultuk. Néha nem álltam ez most se, hogyha a gyerekek de talán kicsit jobban odaszólnának, hogy na hát ezt illő megtanulni, és akkor nem volna gond a szakemberekkel, akikkel most, ahogy látjuk, nagyon sok hiány van. Tehát így voltam velük, édesapám 1986-ban, 65 évesen távozott, édesanyám 99-ben, 72 évesen. Tehát el lehet mondani, hogy egy abszolút normális családi életet éltünk, ugye amihez aztán bejött a én házasságkötésem 1973-ban feleségémmel, akivel most már 45 évig együtt vagyunk, született a kisunoka, ugye mindketten rajongásig szerették a fiunkat, és hát így ugye édesapám, mondom, 86-ba távozott, édesanyám meg 99-be. Ezt nagyon könnyű kimondani, anya csak egy van. De ezt meg kell tudni merni így mondani, hogy anya csak egy van. Hogy aztán ezen belül, kívül mi van, az az emberi viselkedéstől függő dolog. Ez lehet pozitív, lehet negatív, látjuk a mai világot. Ugye mindig arról beszélünk, hogy a család, amit egy anya tart össze. Én azt mondom, hogy ez ma is így kellene, hogy legyen. De mikor nagyon sokszor banális dolgokon válnak el emberek, ami lehet, hogy 30 évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt, hogy ilyen majdnem kimondtam, min el lehet válni, máma ez napi rendem van, és ez baj. A tolerancia az egymás iránti tiszteletnek sokkal másomnak kell lenni, mint amilyen. Már ugye elég régen beszélgetünk, és az egyik ilyen beszélgetés során azt mondtam, hogy hölgyeim és uraim, bőle csak így van, 45 év senki mással, és soha senki mással. Ezt kívánom mindenkinek. Köszönöm szépen. Átadom.